Ismét emelkedik a tuberkulózis okozta halálozások száma Európában, figyelmeztet a WHO a betegség világnapján. Az ENSZ egészségügyi világszervezete hangsúlyozza, hogy 20 évvel ezelőtt sikerült visszaszorítani a kór terjedését, azóta azonban most először emelkedik a tuberkulózis miatti halálesetek száma kontinensünkön. TB is a preventable, treatable and curable disease. Tedros Ghebreyesus főigazgató a Koppenhágában rendezett konferencián felszólalva hangsúlyozta, hogy a TBC megelőzhető, kezelhető és gyógyítható betegség. Mégis évente több mint 1,5 millió ember halálát okozza, és további milliókat kell kezelni. Amíg a kór terjedését kiváltó okokkal nem tudunk megküzdeni, mint például a szegénységgel, az alultápláltsággal, a rossz élet és munkakörülményekkel, addig megállíthatatlan a fertőzés terjedése. Az emelkedő számokat részben magyarázza, hogy a koronavírus világjárvány alatti leállások miatt vizsgálatok maradtak el. A WHO szerint azért is baj, ha nem folytjuk el hirtelen a betegséget, mert kezd terjedni egy gyógyszerrezisztens változat. Az elsősorban a tüdőt károsító baktérium több mint 27 ezer európai szervezetében aktív. A betegség Oroszországban és Ukrajnában a leggyakoribb, de Európa összes országában több esetet regisztrálnak, mint 2020 előtt.